Before the match, everybody. A mérkőzést megelőzően mindenki elégedett lett volna a döntetlennel itt Magyarországon, de azok után, hogy ennyire közel voltunk mind a három megszerzéséhez, szerintem még szintén elégedettek lehetünk a játékkal és azzal a mentalitással is, amit a játékosok nyújtottak és produkáltak. Abszolút mértékben a mentalitással, igen, minden egyes labdáért mentek. Úgy döntöttünk, hogy egy sokkal védekező felfogást választunk ezúttal, mint az előző mérkőzéseken, de az a véleményem, hogy egy ilyen együttessel szemben, mint amilyen az övék, igazából muszáj, vagy majdnem muszáj így játszani és így játszani ezeket a meccseket. Nem szerettek, hogy őszinte legyek, ennyire sokat védekezni, de azt gondolom, ezt már a meccset megelőző is így gondoltam, de még mindig így vélem. Ez lehet egy jó stratégia. A játékosok ma megmutatták, hogy ez működhet, talán még jobban is, de természetesen tudjuk, és tudtuk már a meccs előtt is, hogy az övék egy nagyon erős csapat, fizikális oldalról is. 9 játékos, 8 játékos a pályán, magasabb, mint 190 centi. Úgyhogy mondtam a srácoknak a rögzített helyzeteknél, nem szabad, hogy meglegyenek ezek a rögzített helyzetek, ezeket el kell kerülnünk, és a második fél időben se, ez nem sikerült, túl sok szabadrugás, szöglet, túl sok nyomás volt, és hát ennek az egyiknek lett a végén az eredménye, a kapott gól. Igazából érdekes, amikor egy emberrel többen voltunk, akkor jobbnak kell lennünk, jobban meg kellett volna tartani a labdát, jobban meg kellett volna járatni a labdát, őket futtatni, de hát ez csak utána történt, hogy bekaptuk az egyenlítő gólt, de hát ettől még nem akarok panaszkodni. Örülök, elégedett vagyok a játékosok, a srácok teljesítményével. Ezt kértem tőlük, azt, hogy jöjjenek föl a pályáról emelt fővel, és onnan is úgy jöjjenek le, és szerintem azt mondhatjuk, hogy úgy jöhetnek le, hogy felemelt a fejük. Igen, a véleményem szerint a leginkább a tükör, hogy milyen hangulatás, milyen mentalitással játszott a csapat, az az, hogy a labda ellen, tehát az ellenfélnél volt a labda, akkor mit tettünk? Tényleg az elejétől a végéig harcoltunk. Hát igen, ezt talán már mondtam is korábban párszor, hogy mindenki szeretne úgy játszani, mint a legjobb csapatok a világon. A legjobb edzők is így szeretnének nyilván. Nagyon értékelem a spanyolok stílusát, például a hollandokét is, a németekét is, de ez csak és kizárólag kulcsjátékosok és csúcsjátékosokra van szükség. Mi tudunk harcolni, tudunk futni, és van azért 2-3 elég jó játékosunk, és egy csúcsjátékosunk, topjátékosunk, és igazából ez nem egy olyan, ami föl kell háborodni. Továbbra is rá is kell gondolkodnunk. Nem akarok, és nem is akarok Guardiola meg Klopp lenni, és ebben Gustav szeretnék lenni. Említette a mérkőzést megelőzően, hogy megvan, elértem az ő számát, válogatott meccseket tekintve. De túlélni ilyen körülmények között, nem a szurkolókra gondolok itt most, hanem az összes kritika miatt, ami mindenhonnan érkezik, mindenki részéről, túlélni itt több mint 6 évet, ez nem egyszerű, ez nem azért, mert fiatal vagyok, vagy éppen szőke és kékszemű és jó képű. Nem, ez nem miatt van, ez amiatt van, mert hogy együtt a stábommal valamit letettünk az asztalra. És nyilván talán, valószínűleg most Magyarország nehéz valakinek ezt elismernie. Talán ha én már látják, nem leszek tovább itt, akkor lehet, hogy valaki úgy emlékszik rá majd vissza, hogy ebben az időszakban jó eredményeink voltak, ha nem is mindig jó teljesítmény. Mindenki úgy fog emlékezni, arra, hogy jó eredményeket ért el a csapattal. De itt most biztos, hogy több lesz az önbizalom, egy kulcsmeccset megelőzem Boszniával szemben. Igen, Bosznia a kulcsmeccs, ezt tudjuk, hogy ott nem kaphatunk ki, de számunkra nagyon nehéz megmondani azt, hogy miért is megyünk oda. Megyünk azért, hogy ne kapjunk ki, nem lehet úgy védekeznünk, mint ma. Valami többet
többet kell ennél nyújtanunk, de Bosznia egy jó csapat, többé-kevésbé a mi szintünkön. Azt gondolom, hogy ma este a második sárgát megkapta Demirovic, úgyhogy lehet, hogy Kolasinac visszajött, de Demirovicot el fogják veszíteni. Ez egy kiegyenlített mérkőzés lesz, de természetesen többet kell nyújtanunk a labdabirtoklás során, ez egészen biztos.